Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 22-én a nap eléri a téli pontot. Ez egyszer történik meg egy éven belül, és ez azt jelenti, hogy a nap az rövid, és az éjszaka az hosszabb. Miután ez a téli pont elmúlt, tehát december 22-e után, akkor a nap az minden nap kicsit hosszabb lesz, és az éjszaka rövidebb. Az azt jelenti, hogy minél több fény érkezik az életünkben, ezt úgy spirituálisan is lehet tekinteni. Ezen az estén, tehát 22-én este 11 órakor tartok egy nagy szertartást, aminek a témája az, hogy minél több fény érkezzen hozzánk, hogy tisztuljanak a dolgok, hogy legyen egy változás, legyen egy új kezdet, ahol sikerek vannak, örömteli események, ahol tisztázódni kell bizonyos dolgokat, és megvannak erre a lehetőségek. Vagy a munkahelyen, vagy a családban, vagy a környezetben, de a párkapcsolat területén is. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra, az energiai egyensúly, az 4000 forint. Ami történik még ezen a napon, vagy kihat a közeljövőre, azt megtekintettem a horoszkópban. Mégpedig az indiai asztrológia szerint, az indiai számítás szerint. Ez nagyon precíz, de más, mint a mi általunk ismert asztrológiánál. Ez abból adódik, hogy az indiai asztrológia figyelembe veszi azt, hogy a tavaszi pont az elcsúszik. De ez egy nagyon precíz számítás. Tehát az indiai asztrológia szerint a nap a nyilas jegyében van, a tűz elemében, a hold pedig a kos jegyében, szintén a tűz elemében. Abban a pillanatban, amikor a nap eléri a téli pontot, abban a pillanatban a nap és a hold kapcsolatban van egymással, és utal a tűz elemére. Ez egy harmonikus kapcsolat. Tehát segít a szertartásnál, segít egy új kezdetnél is. Miről van szó? Például külföldi kapcsolatokról, utazásokról, egy új kezdetről. A tűz eleme adja a bátorságot, az életerőt, aktív. A párkapcsolat területén a tűz eleme utalhat a szenvedélyekre is. Azon kívül van egy nagyon jó kapcsolat Mars bolygó és Vénusz bolygó között. Mars bolygó a Skorpión jegyében van, és uralkodik a Skorpión jegye felett, tehát otthon érzi magát. Nagyon erős ez a Mars energia. Ez kihat az életerőnkre, de kihat a férfiakra is. A Skorpión jegyénél érzelmekről van szó, hiszen a víz eleméhez tartozik, azon kívül utal szexuális témákra is, mert a Skorpión jegye uralkodik e felett a téma felett. Vénusz bolygó szintén nagyon erős, hiszen a mérleg jegyében van, és Vénusz bolygó uralkodik a mérleg jegye felett, szintén otthon érzi magát,
így ki tud bontakozni. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi kapcsolatot, utal ránk, hölgyekre, Mars bolygó pedig utal a férfiakra. Itt megvan a vonzalom a férfi és a nő között. Mivel a mérleg jegye és a szkorpión jegye szomszédos jegyek, itt megvan a közelség most, itt megvan a bizalom. Tehát segíteni tudunk egymásnak. Ez kihat természetesen a párkapcsolatra is. Egy visszafele haladó Uránusz bolygó befolyásolja kívülről az eseményeket, hiszen összefüggésben áll Vénusz bolygóval, és összefüggésben áll Mars bolygóval is. Uránusz bolygó jelenti a változásokat. Mivel visszafele tekint, kicsit fékezi az eseményeket. Ez lehet egy külső befolyás, hogy valaki óv téged, hogy ne siessd el a dolgokat, gondolj át alaposan mindent. Ez lehet egy jó tanács, de az is lehet, hogy most megvan az életerőd ahhoz, hogy változtass egy bizonyos helyzeten, és mások le akarnak erről beszélni téged. És ez fékezheti a dolgokat, hiszen bizonytalanságokat vált akkor ki nálad is, és a társadnál is, hiszen Uránusz a nőkre is kihat, és a férfiakra is kihat. Az lenne jó, ez lenne egy okos döntés, ha te megbeszélnéd a társaddal azt, hogy mit szeretnétek elérni, hiszen ő tud segíteni neked, te is tudsz segíteni neki, és itt változásokról, vagy közös célokról, vagy közös tervekről van szó, így meg tudtok egyezni. Viszont ha valaki beleavatkozik a dolgokba, az lehet egy segítség, de nem biztos. Az is előfordulhat ebben az esetben, hogy nem mertek indítani, mert bizonytalanok vagytok, vagy félelmet vált ki ez nálatok. Tehát hallgass a belső hangodra, és ha úgy érzed, hogy te tudsz döntéseket hozni, esetleg megbeszéled a társaddal, vagy a társnőttel, akkor az segíteni tud, és kerüld el azokat a kapcsolatokat, akik megpróbálnak valahogy befolyásolni téged vagy őt. Amin viszont gyönyörű ezen a napon, az a hold és a nap kapcsolata, ez a tűz eleme, az segít minden helyzetben, hogy átláss bizonyos dolgokat, hogy legyen egy konkrét cél, hogy tudjátok azt, hogy mit terveztek, hogyan lehetne ezt megvalósítani. A tűz eleme adja hozzá a bátorságot, az életerőt, be tudjátok bizonyítani magatokat, azon kívül ez az új irány, ez a változás lelkesíthet benneteket, és mint említettem, a párkapcsolatban a tűz eleme természetesen utal a szenvedélyekre is. Ami a szertartást illeti, itt arról lesz szó, hogy legyen egy változás, hogy a nap az süssön be az életedbe, hogy legyenek sikerek, hogy tisztán lásd a dolgokat, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet, vagy próbálj ki valamit, ahol úgy érzed, hogy ezt szeretnéd megvalósítani, és megvannak az elképzelések, hogy itt sikerek legyenek. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, ezek lehetnek baráti kapcsolatok, vagy sikerek, tiszta érzelmek, ami a párkapcsolatot illeti. Mivel a téli forduló után
a nap hosszabb, az éjszaka az rövidebb lesz. Így lépésről lépésre lesznek a sikerek, ha megvan ebben a hited. Ha nem hiszel ebben, és nem tudod elképzelni azt, hogy elérheted a céljaidat, hogy sikereid legyenek az életben, akkor kicsit botladozol még. Tehát tedd át magadat mindenképpen a félelmeken és a bizonytalanságokon. Ez a szertartás segít abban is, hogy feloldódjanak a félelmek, és meglegyen az életerő, a bátorság egy változáshoz, vagy egy új kezdethez. És mivel karácsony közeledik, kívánok nektek tiszta szívből gyönyörű ünnepeket, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, szeretettel, Denderám.